Kedves hölgyeim és uraim, Zsolti konyhája harmadik, azaz harmadik epizód. Steak szendvicset fogunk készíteni egy kis cheddar sajtszószal és karamellizált hagymával. Nagyon fasza lesz. Kicsit nagy a köröm, meg dzsúvás. Nem baj, jó ez így. Milyen húsból csináljuk? Ez flank steak. Ez az egyik legolcsóbb steaknek való hús része a marhának. Szerintem egyébként a legjobb. Fűszerezés úgy néz ki részemről, hogy megszórom sóval, ne sajnáld, egy kis tört borssal, és most jön a titok, egy picike fokhagyma porral. Természetesen mind a két oldalát szépen be kell fűszerezni. Ha ezzel meg vagyunk, félretesszük, hogy szobahőmérsékletű legyen, ez nagyon-nagyon fontos. Mielőtt a steaket megsütitek, olyan másfél-két órával ki kell venni a frigóból, hogy szobahőmérsékletű legyen a hús, és rendesen átsüljön. Ha hidegen tennéd oda sülni, akkor a közepe, akárhogy sütögetnéd, valószínűleg vagy véres maradna, vagy úgy átsütnéd a steaket, hogy ilyen cipőtalpszerű, rágós cumót kapnál a végén, mi pedig azt nem akarjuk. A steak sandwichhez médiumra sütött flank steakre van szükség. Ez egyébként ez a hús máshogy nem is élvezhető, csak médiumon, én úgy gondolom. A legjobb az, hogyha kiveszed, és már akkor befűszerezed, hogy a maradék időben, abban az egy-másfél órában beszívja magába az ízeket. Lehet rajta egyébként segíteni azzal is, hogy teszem azt, fogsz egy kést, és akkor a hús rostjaival párhuzamosan nagyjából húzol ilyen csíkokat. A jó szocos sütő, amit fogni kell egy darabig, hogy ugye kapjuk a kraftot. Az nem baj, hogyha rajta van egy ilyen, mi az Istennek hívják, szűkítő, mert még kevesebb hőt fog kapni, ami nekünk jelen pillanatban jót jelent. A helyzet az, hogy nagyon-nagyon lassan kell a hagymát karamellizálni, mert különben megég. Fölvágjuk, lehet picit vastagabb darabokra is. Ez nagyon szépen össze fog esni majd a végén. Ha úgy jártok, mint én, hogy ilyen fosmára vágódeszkátok, mert nem akar megmaradni, akkor fogjátok, és a konyharuhát nagyon ügyesen és okosan alá csapjátok, és akkor már sokkal stabilabb a végén. No, a helyzet az, hogy egy picike vajon fogjuk egyébként párolni a hagymát. Baromi soknak tűnik ez, de a végén figyeljétek meg, hogy ez pont elég lesz. Egy steak sandwichhez egyébként tényleg sok. Az nem rontja el, hogyha az elején egy picit megsózzátok, mert segít a hagymának összeesni. Ennek egy csomó idő kell, bő fél óra, mire nagyon frankó karamellizált hagymát kapunk. Úgyhogy hozzá is fogunk a cheddar sajtszósz elkészítéséhez, amihez kell egy ilyen ibrik. Nagyon egyszerű sajtszószról lesz szó egyébként. Egy besamel-szerű alapot fogunk csinálni neki. Egy picike vajjal, liszttel, és most nem tejjel, hanem tejszínnel. Mennyire dzsúvás? Nem az, nem dzsúvás. A felolvadt a vaj, szórunk bele egy kevés lisztet, de tényleg keveset, és kerül bele jó zsíros tejszín. Ha oda akarsz figyelni, akkor ne tegyél bele ilyen zsíros tejszínt, mint én. Közben figyelünk a hagymára, hogy ne égessük le, hiszen karamellizált hagymát szeretnénk, a reszelt cheddar sajt. Ezt így nagy lyukú reszelőn szépen áttoljátok, mert úgyis szarrá olvad, és akkor lehet elkezdeni dolgozni rajta. Mintha lenne valami az alján, amúgy nincsen semmi, csak ez egy szar. Hogyha szórtok még bele egy kis fokhagymaport, feldobja. Nem sokat, csak egy kicsit. De mehet még bele só is. Ha szeretitek a csípőset, mint én, akkor tesztek bele egy kis csípős szószt is. Hát ez ilyen sárréti chili farmos chili, úgyhogy nagyon keveset teszek bele. Egy ilyen apró picike pöttyintést. Na és akkor ez a frankó sajtszósz. Wow. Ez most sikerült a legjobban az a sajtszósz, gyerekek. Kibaszott jó lett. Yes! Nagyjából fél úton járunk a karamellizált hagyma metódusában. Egyébként is van a hagymában egy nagyon picike cukor, amitől ugye karamellizált hagyma lesz meg olyan édeskés az íze. Ha ilyenkor tesztek hozzá egy kis cukrot még pluszba, az nem árt neki. Esetünkben ez egy kis nátcukor. Plusz, hogy a savasság is meglegyen. Nyakon öntitek egy kis balzsamecettel. A szűkítőre most nincs szükség, mert a steaknél iszonyatosan magas hőre van szükségem.
mert időközben, amíg karamellizálódik a hagyma, megsütjük a steakünket, hiszen azt is pihentetni kell majd. Teszünk egy picike olívaolajat alá, mert az a flank steak, ez nem a legzsírosabb része a marhának, ráfektetjük a steakünket. Mindkét oldalát egy-egy percig fogjuk magas hőfokon, lángon sütni, pirítani, hogy kapjon egy nagyon frankó kérget. És láthatjuk is, hogy milyen szép kérget kap a hús. Ha letelt az egy perc, visszavesszük közepes lángra, megfordítjuk, és jöhet a vaj. Szár rozmaring vagy kakukkfű, amelyik éppen otthon van, vagy mind a kettő, és egy picit így összetört fokhagyma. Ezzel a rozmaringos fokhagymás csodával kanalazgatjuk. Egy újabb fordítás következik. Gyönyörű, szép ropogós. És akkor folytatjuk ezt a csilles kis kanalazgatást tovább. És ha megvan az újabb egy perc, akkor én késznek nyilvánítom a steaket. Fogom és kiteszem egy tányérra. Pihentetni. Durván egy ilyen 10-15 percig fog pihenni. Ráhalmozod a sült fokhagymát és nyakon öntöd. Hiszen nem állt neki. Amíg pihentetjük a steakünket, és karamellizáljuk tovább a hagymánkat, addig pirítunk egy kis bagettet. Ezt a gyermeket fogom ketté vágni. Nice! Megszórjuk egy kis olívaolajjal, mármint locsoljuk. Ettől lesz nagyon faszáropogós, mehet a serpenyőbe. Közben a karamellizált hagymánk az egyébként lassan a cél egyenesbe ér. Nagyon-nagyon fontos, hogy az ilyen flank steaket a hús rostjaival párhuzamosan vágjátok. Én először ketté vágom, és most meg is látjuk, hogy hogy dolgoztunk. Próbáljunk egy jó éles kést használni, és amennyire lehet vékonyra szelni. Talán egy picit túl is sütöttem, de van, akinek ez egyébként így tetszik. Talán a médiumtól ez már egy picit több, de még rózsaszín. És akkor ugye mindig a széle az, ami jön a papának. Egy újabb szél. Azért kell így vágni a steaket, főleg az ilyen flank steaket, az olcsóbbat, hogy sokkal könnyebben el lehessen rágni. Talán egy picit túl van sütve, de sokaknak ez így fog tetszeni. Egyáltalán nem árt neki, hogyha egy picikét szeretel és után még megsózzátok, és nyakon öntitek azzal a vajjal, amiben ugye sült. Elszámoltam magam, ezt a sajtszószt később kellett volna megcsinálni. Besűrűsödött, de egy picike tejjel egyébként, látjátok. Nagyon jól lehet orvosolni a problémát. Még meleg a pirított kenyér, akkor ízlés szerint. Én nagyon szeretem, még egy picikét bedörzsölítek fokhagymával, brutál az íze. Most pedig fogjuk, és a felszeletelt húsokat ráhalmozzuk a bagetre. Oh boy! Úr, de gyönyörű. Hát én belerakom az egészet, gyerekek. Mi baj lehet? Next! A karamellizált hagymánk. Én imádom, úgyhogy nem sajnálom. És koronázás kép. Ó, haver. Milyen szép. Tehetünk a tetejére is. Miért ne? És akkor már csak meg kell kóstolni. És fogyasztjuk. Rózsaszín hús, karamellizált hagyma, sajtszósz. Úristen, folyik a nyálam. Jézusom, ez a valaha készült legjobb steak szendvicsem. Azt kell, hogy mondjam. Mindjárt elsírom magam. Ez a pirított bagett az olívaolajon meg, kenve kis fokhagymával. A médiumra picit túlsütöttem.
picit inkább well done lett ez a steak, a karamellizált hagyma és a cheddar sajtszósz így együtt. Azt hiszem, hogy ez az egyik legjobb szendvics, amit valaha készítettem. Mindenki próbáljátok ki. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, ha pedig nem, ugye lehet nyugodtan diszlájkolni. És írjátok a kommentben, hogy szeretnétek-e még esetleg ilyen Zsolti konyhái epizódokat, mert akkor jön még pár a közeljövőben. Ha van egy recept, ami beválik, azt abszolút meg fogom csinálni. Legközelebb találkozunk, próbáljátok ki, ez Isten király. Szavaztok!